És miközben látjuk, hogy hogyan készül a gyönyörű szép kék festőnk, folytatjuk az étel intoleranciával kapcsolatos kérdéseink sorjázását. Most Kautsky Adrián felé, aki mint okleveles természetgyógyász próbál nekünk segíteni. Szóval nyilván nagyon sok mindent okoz az a szervezetünkben, amit megeszünk. Az az üzemanyag, amit beviszünk, és beszélgettünk arról is, hogy mik azok, amiket ki lehetne zárni. De ezen kívül milyen természetes módjai vannak az étel intolerancia kezelésének, vagy esetleg megszüntetésének? Hát onnan kezdjem, hogy általában ugye a bejátszóban is láttátok, hogy olyan ember szólalt meg, aki végül is én szedtem rendbe idézőjelben különböző terápiákkal. De az nagyon fontos, hogy ez az ételintolerancia, hogy a doktornő is említette, ez egy nagyon sunyi alattomos dolog, mert nincsen kézzelfogható tünete, illetve ilyen atipusos tünetei vannak. Tehát például hozzám nagyon sokan följöttek, hogy meglátták gasztroenterológiát, mindent, és ennek ellenére krónikus arcüreggyulladása van, krónikus petefészekgyulladása van, krónikus migrénje van, és rengeteg bőrtünete. Az, hogy mellette puffad hasmenése van, és alapvetően már rá se tud nézni az ételre, az mellékes. Tehát itt pontosan ezek a gyulladásfaktorok indulnak el, amit a doktornő is említett, és hát olyan autoimmun folyamatok, amik utána beláthatatlan következményekkel járnak. Tehát akkor kell ételintoleranciára gyanakodni, amikor ilyen nem tudom, hogy honnan jön, és egyébként pedig a patológiai leletek negatívak. Akkor most Amit lehet ilyenkor csinálni, vannak már erre tesztek, laboratóriumi tesztek. Én is meg tudok csinálni ambulánsan ilyet, egyébként erre nagyon sok példa van, hogy ezeket az ellenanyagokat, a különböző ételfehérjékre kimutatott ellenanyagokat, ezt vizsgálni lehet. Magyarul egy pár csepp vérből ezt meg lehet nézni, hogy mire vagyunk érzékenyek. Az emésztőrendszer úgy épül föl, hogy az állati, a növényi, illetve a gabonafehérjéket a megfelelő helyen, a megfelelő enzimekkel emésztjük. Tehát, hogyha mondjuk tudjuk azt, hogy egy állati fehérje probléma jön ki ezen a teszten, tej, tojás például, vagy valamilyen hús, akkor majdnem biztos, hogy a probléma a gyomorra lokalizálódik, mert ott emésztjük ezeket a gyomorsav segítségével, meg a pepszinenzimmel. Abban az esetben, hogyha a gabonák, vagy a glutén, vagy ilyen dolgokról van szó, az ugye a nyombél bolyhain termelőzik ez a bizonyos transzglutamináz enzim, aminek egy erős logos pH kell, hogy ott legyen ahhoz, hogy működni tudjon. Két dolog lehet, hogyha a glutén vagy gabonafehérje érzékenységünk van, vagy az, hogy a pH nem megfelel elő, vagy az, hogy. De most a lényeg az, hogy ezt összerakja az ember, óriási az ágacska, és ezt kell elkezdeni kezelni. Akkor én tehát azt a szervet kell elkezdeni. Fölteszem a kérdést még egyszer. Igen. Hogy én hiszem és vallom, hogy a betegségek alapja pszichés. Kérdezem még egyszer, hogy a bármelyik tolerancia és allergia az kifejlődhet-e akár túlfeszített idegállapot, megterhelés, elfojtott pszichés terhelések következtében. Én ezt csak ezt kérdezem. Augusta, hát kimondtad a szót. Intolerancia. Hát magáért beszél. Hát valamit nem tudunk elfogadni. Nem tudunk valamit nem tudunk megemészteni. Nem hát gyakorlat lenyelni. Hát itt a lényeg. Na most vannak olyan genetikai hátterek, amitől pont a laktózérzékenység vagy a tejcukor probléma, ami egy alapvetően genetikai dolog. Tehát abban nem hiszek, hogy az lelki eredetű. De hogy utána ez a, hogy mondjam, lelki gombolyag hogyan gyűrűzik tovább, hogy ott elindul egy góc, tehát mondjuk van egy ilyen probléma, és a nyombélbolyhok elkezdenek már pusztulni, aztán utána egy kicsit ideges vagyok, és a gyomorsavam is elkezd nőni, tehát elkezd egy olyan fajta egyensúlytalanság beállni az emésztőszervrendszerben, ami stresszből, elfojtottságból, le nem tudom nyelni problémákból adódik össze, és megcsináltuk magunknak az intoleranciát. Szervezet tisztítása és a lélek és a szellem tisztítása. Ez nagyon fontos, de mellette a tudatos diéta, tehát az ételintoleranciát azt akkor lehet meggyógyítani, és meg lehet sokat gyógyítani belőle, hogyha tudom, hogy mit nem szabad fogyasztani. Tehát én mindenkit attól óvnék, hogy saját maga kezdjen diétázni, mert lehet, hogy nagyobb baj csinál vele. Tehát meg kell nézni ezen a teszten, hogy mi az a fehérje, legyen az a paradicsomban, a paprikában, a tengeri halban, az édesvízi halban, a búzában, a kakaóbabban. Tehát ez egy nagyon-nagyon széles spektrumú dolog, amire érzékeny vagyok. Egyáltalán nem biztos, hogy le kell magam
pardon, aszketizálni ilyen. Tehát hozzá már van, hogy ilyen csont emberek érkeznek, hogy ő már semmit nem eszik, és még így is baja van. De most ez butaság. Ez butaság. És hát a másik pedig, hogy olyan gyógyteákat kell ilyenkor fogyasztani, ha az embernek egy enteritisze van, tehát egy gyulladás van nyilvánvalóan a beleiben, ami ezt nyugtatja. Tehát akár a gyomorra, akár a bélrendszerre, egy finom kis körömvirág, vagy egy kis cickafark, ezek mindenképp gyógyító jellegűek. De mellette mondom, tudatosan be kell állítani a diétáját. Mi járul még hozzá az ilyen fajta, hát mondjuk életmódváltozás? Az ott van a táplálkozás, ott vannak a gyógyteák, amiket kiemeltünk, ott vannak nyilván a lelki része, hogy próbáljunk meg valahol megszabadulni azoktól a... Igazándiból én azt látom, én csak ugye azokra az emberekről tudok mesélni, akiket én kezeltem nagyon sokat ilyen problémával, az életük, tehát itt a fejben kell eldönteni, hogy én mostantól nem azokat a feldolgozott élelmiszereket szeretném fogyasztani, mert tudom, hogy az sajnos nekem nem jó, hanem elkezdek tudatosan táplálkozni, nem enni, táplálkozni. Tehát nagyon sokan esznek, viszont mégis sejtszinten éheznek. És ez a legfontosabb, hogy azt megértsük, hogy ahhoz, hogy a lelkünk, a testünk, a szellemünk egészséges legyen, maradjon, ahhoz tudatosan kell magunkhoz venni ennivalót, innivalót, érzelmeket. Ez így van. Amit eszel, azzá leszel. Amit eszel, azzá leszel, és mellette azt is tudni kell, hogy nem csak az étel információ, amit a szervezetünk kap. A gondolatnak is. Hanem a gondolatok, az emberi kapcsolatok. És ahogy például egy érintés gyógyítani is tud, egy másik érintés megbetegíteni is. Így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmondtad nekünk.